Nekem 2017 magasra emelt létsz. A koncepció csúcsra járatása. Új szakmai kihívás. Pontos, precíz összeszerelés. Tavalyi év egy rendkívül sikeres szezonja volt a csapatnak. Egyrészt időben tudott elkészülni a jármű, ennek következtében nagy tesztszezont tudott maga mögött az autó és a csapat, és ennek tudjuk be azt, hogy eredményesen szerepeltünk a nyári versenyeken, és a nyári versenyeknek köszönhetően pedig a világranglista 10. helyéig lépett elő a BML FRT. Szerettünk volna az Endurance, az a leghosszabb versenyszám hatékonyságán javítani. Pont emiatt az akkumulátor kapacitást és hűtést javítottuk, emellett a hajtásrendszer többi elemének, azaz a motoroknak és a teljesítmény elektronikának a hűtésén is javítottunk. Fontos célkitűzés volt még a hajtásszabályzás fejlesztése az idei évben. Az én fő célkitűzésem az, hogy 2017-ben minél stabilabban üzemeltessük az új autót, így a mérnökök megkaphassák a további munkájukhoz szükséges visszacsatolásokat. Futjuk a tesztkilométereket az autóval, hogy aztán a nyári versenyeken esély legyen a Formula Student versenynyerésre. Az idei év célkitűzése az volt, hogy az akkumulátort körülvevő teljes elektromos rendszer megújuljon, ezáltal egy sokkal robosztusabb elektronikát tudjunk üzemeltetni a tesztidőszakban. Amire én a legbüszkébb vagyok az idei esztendőben, az időtervnek a tartása és az, hogy időben tudjuk elkezdeni az autó tesztelését. A hajtásszabályzásnál egy teljesen új fajta fejlesztési filozófiát követtünk, ez a modell alapú fejlesztés, és emiatt a szimulációkat jobban be tudjuk vonni a fejlesztési folyamatba, így növelve a hatékonyságát ennek. Emellett egy teljesen új akkumulátorcsomagot is építettünk az idei évben, amely immáron egy karbonkompozit házban kapott helyet. Ez azért fontos, mert így 10 kilót sikerült lefaragni az autó tömegéből. Az elektronikai rendszer megtervezésével belefektetett munka az a gyártási és a tesztelési időszakban kamatosan megtérült, ezáltal tudtuk tartani az időtervet. Már most olyan visszajelzést kapok a pilotáktól, hogy az autó jól van összerakva és jól megy. Minden egyes csapattag beletette szívét, lelkét az autóba, és ennek megfelelően színvonalas versenyautó készült el.